13-ról 6-ra csökkent az országgyűlési képviselőjelöltek száma Hajdubihar megyei 5 számú választókerületében. Az április 3 választásokon tehetik le a választók a voksaikat a jelöltekre, ahol vagy egy X-et, vagy egy plusz jelet kell tenni választott politikusának neve mellé. Mutatjuk a jelöltek teljes listáját. Ez a szavazólap fogja várni a választókat április 3-án Hajdúszoboszlón a Magyar Választási Iroda jóvá hagyta, így a névsor végleges. Mutatjuk a hat jelöltet a listán szereplő sorrendben. Dr. Tóth Sándor, a Mi Hazánk Mozgalom képviselőjelöltje. Kis László, a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSP, az LMP és a Párbeszéd közös jelöltje. Sipos Sándor, a Magyar Munkáspárt, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom közös jelöltje. Cifra Levente István, a normális életpártja képviselőjelöltje. Bodó Sándor, a fidesz KDMP jelöltje. Illetve Tóth Ferenc a megoldás mozgalom jelöltje. Először 13-an indultak volna a választáson, majd ez a szám lecsökkent 9-re, és végül 6 lett az indulók végleges száma. 2022. február 25-én tartott sorsoláson történt meg a képviselő jelöltek szavazólapon történő sorrendjének a kisorsolása a választási bizottság részéről. Ott még kilenc fő került kisorsolásra. A törvény úgy írja elő, hogy mindenkit ki kellett sorsolni, akiről már érvényes döntés született, legyen az Nyilvántartásban vett pozitív, vagy a nyilvántartásban nem vett negatív, az az elutasító döntés még jogerőtől függetlenül ugyanis aznap volt az ajánlóívek leadásának a határideje, tehát akkor még egyrészt a döntéseket is meg kellett hozni a leadási határidő után, másrészt a jogerő még attól a naptól kezdve elindult, és még három nap kellett ahhoz, hogy ezek a döntések véglegessé váljanak. Azóta eltelt ez a három nap, az a három döntés, amely elutasító lett, az jogerőre emelkedett, úgy, hogy nem történt benne semmilyen jogorvoslat. A jegyző hangsúlyozta: Nagyon fontos a lapot megfelelően kitölteni, nehogy érvénytelen legyen a szavazat. Sokszor fordul elő, hogy érvénytelennek minősítenek fogsokat, így ügyeljünk a helyes kitöltésre. A szavazólap kitöltése egyébként rendkívül egyszerű. Alap egy keresztet, vagy egy X-et kell rakni a, uh, annak a jelölt neve mellé, akit a választó polgár kiválaszt és preferál. Lehetőség szerint egyet, mert több uh, jelöltre való leadott szavazat érvénytelennek minősül. Tehát egy X-et, egy embert kell kiválasztani bárkinek a hatból. Uh, azért mondtam, hogy alapesetben, mert vannak sajnos olyan állampolgártársaink, akiknek segítséget kell igénybe venni a szavazólap kitöltéséhez, mondjuk uh, testi fogyatékosságuknál fogva, tehát például a látássérültekről beszélünk, de ott előzetes kérésük alapján biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy egy szavazást könnyítő sablon segítségével ők is tudják gyakorolni a szavazati, tehát a választójogukat. Aki szeretné megnézni a jelöltek listáját, illetve további információhoz jutni a szavazással kapcsolatban, az kattintson a www.választás.hu internetes címre. Vagy nézze meg városunk honlapját a www.hajdúszoboszló.eu-t.